Sziasztok, egy újabb videóval jelentkezem, és ebben a videóban most a júliusi beszerzéseimet szeretném bemutatni, akit érdekel, az tartson velem. Nos, hát ez most nem lesz egy hosszú videó, ugyanis csak 4 darab kiadványt vásároltam júliusban, de majd érkezni fog egy nagyobb pak bemutató videó is, amiket a születésnapomra kaptam filmeket, az sokkal több lesz, ez sokkal hosszabb videó lesz majd. A hangomért pedig elnézést kérek, még egy kicsit beteg vagyok, és ez... hallatszik még rajta. Na, de akkor vágjunk is bele most ebbe a kis rövidke kiadvány bemutatóba. Az első az nem más, mint a Disznó című film Nicolas Cage főszereplésével. Nem látta még ezt a filmet, látatlanba vettem, de kíváncsi vagyok rá, felkeltette az érdeklődésemet a leírása. És egyébként nincs is hosszú ismertető ráírva. 88 perces a film. Béves kiadás. Hát, igazából erről tényleg többet nem is tudok mondani, mert még nem láttam. A következő filmet azt már megnéztem, ez a Látogatás című film. Ugyanezt is látatlanba vettem, de azóta már sikerült megnéznem, és ez egy elég kemény, elég durva film volt, főleg így lelkileg eléggé megterhelő, egy európai horrorfilm. Így néz ki a gerince. Ez a film egyébként nem azonos a The Visit című korábbi horror filmmel, ahol a nagyszülőket látogatják meg az unokák. Hát itt van egy kis leírás rajta. Hát röviden a története annyi, hogy nyaraláson megismerkedik egymással két különböző európai országból származó család, és akkor az egyik család meghívja hozzájuk vendégségben másik családot, azok nagy nehezen elfogadják a meghívást, eleinte nem akarják, de aztán belemennek, és akkor igazából innen kezdődnek a furcsa dolgok. 93 perces a film, és hát így néz ki belülről. Nem fogom túl sűrűn elővenni valószínűleg, de nem azért, mert rossz lenne a film, hanem tényleg annyira, hát így lelkileg megterhelő ezt a filmet végignézni, vannak benne olyan jelenetek, de ennek ellenére tényleg örülök, hogy megvan, mert szerintem nagyon jól meg van csinálva. Esetleg, ha láttátok már ezt a filmet, akkor írjátok meg róla, hogy nektek mi a véleményetek, mit gondoltok róla. Következő szintén egy olyan film, amit láthatatlanba vettem, és még nem néztem meg, ez a Mindent a gyermekért című film. Ez ugye még bontatlan. Ez is szimplán felkeltette az érdeklődésemet. Azért vettem meg. Itt is egy rövid leírást kapunk, 93 perces. Ugye ez is bévebes kiadás, mint ahogy a Látogatás is volt. Úgyhogy erről sem tudok még most jelenleg nyilatkozni. De egyébként jókat hallottam a filmről, úgyhogy biztos tetszeni fog. És a legutolsó, ez egy Blu-ray kiadvány. Ez a Ház az erdő mélyén, a Fanservice kiadásában. Nagyon örültem, hogy kihozták ezt a filmet, mert ezt még csak egyszer láttam
korábban, amikor megjelent ez a film a mozikban, ugye? De nem moziba láttam. Hát most itt nem is látom rajta, hogy mikor a film, de szerintem egy körülbelül egy 10 éves film, A ház az erdő mélyén. Egy ilyen gonosz halott koppintás a film, de kicsit tovább van gondolva, tehát úgy kezdődik hasonlóan, de aztán más irányba megy a cselekmény, úgyhogy igazából nekem tetszett ez a film, ugye én a gonosz halottat is nagyon szeretem. Emlékeim szerint igen, tetszett, kicsit modernizálva van, kicsit kritikát mond a mai korról is, belevittek olyan elemeket, amik a mai korhoz kapcsolódnak, de mint mondtam, 10 éve láttam ezt a filmet, vagy egy körülbelül 10 éve. Emlékeim szerint akkor tetszett, úgyhogy egyértelmű volt, hogy meg fogom venni már, amikor bejelentették. Ugye ráadásul horrorfilm is, úgyhogy nagyon, nagyon örülök, amikor horrorfilmet adnak ki független kiadók, úgyhogy nagyon örültem, hogy ezt a fanservice kihozta. Ugye erről a kiadványról még nem tekintettem meg, de ez is szép minőségi, erős tokos Blu-ray tokban van benne, és tényleg egy minőségi kiadvány. Úgyhogy hát ez a 4 film lett volna a júliusi vétel. Na, majd mindjárt sikerül itt sorba rendezni őket. Úgyhogy most ez ilyen kis vékony hónap volt, de mint említettem, születésnapomra kapott filmekről is hamarosan készítek egy bemutatót, és ott jóval több filmet be fogok mutatni. Úgyhogy köszönöm szépen, ha megnéztétek ezt a videót, esetleg ha bármelyik filmről vagy kiadványról lenne véleményetek, vagy ti is megvásároltátok, akkor azt kommentben írjátok meg. Köszönöm szépen, hogyha megnéztétek ezt a videót, jó filmezést kívánok mindenkinek, legközelebb találkozunk, addig is sziasztok!